A minden szentek és a halottak napja alkalmából rengetegen közlekednek autóval. A rendőrség azt mondja, fontos, hogy ilyenkor mindenki sokkal körültekintőbben közlekedjen. A sofőrök a temető környékén a parkolásnál is figyeljenek oda, ne húzzanak meg másik autókat, úgy parkoljanak le, hogy az mindenki biztonságos legyen. A közlekedés mellett fontos odafigyelni az ingatlanok biztonságára is, hiszen korán sötétedik, és jól látható, mely lakásokban vannak otthon, égi a villany vagy nem az ingatlan tulajdonosok gondoskodjanak az ingatlanaikról, zárják be az ajtókat és zárják be az ablakokat is, riasztót és egyéb biztonságtechnikai felszereléseket is ajánlom, hogy egyébként is alkalmazzák, de ebbe az időszakban kiemeltem fontos ez. A temetőbe érve figyelni kell arra is, hogy a sírokon ne hagyjunk értékeket. Ugyanakkor a zsebtolvajok is kihasználják ezt az időszakot, hogy lopjanak. Ezért érdemes a táska belső zsebébe tenni a készpénzt, mondja a rendőrség munkatársa. A temetők környékén és a temetőben is érdemes odafigyelni arra, hogy a járművekbe látható helyen ne hagyjanak értéket, azt vagy vegyék magukhoz, vagy a gépkocsiba olyan módon helyezzék el, hogy azt ne lehessen látni, hiszen a szem előtt lévő érték miatt már többször is törtek föl járműveket. Azért, hogy ebben az időszakban is minden rendben történjen, a rendőrség munkatársai nagyobb létszámba lesznek jelen a temetők környékén, valamint az odavezető utak mellett.